Köszöntöm nézőinket, Önök heti hírmagazinunkat látják. Nézzük főbb híreinket. Elindult a 2015-2016-os tanév. A tankönyvek is hiánytalanul megérkeztek. Tanévnyitók. Közel 1000 diáknak csöngettek be az általános iskolákba. Megújult lendület az óvodákban, nincs létszámcsökkenés. Zsúfolásig telt a marcali szabadtéri színpad nézőtere, Korda György és Balázs Klári Marcaliban. 7-0, továbbra is lejtőn a marcali foci csapat. Több mint 1000 diák kezdte meg a tanévet Marcaliban. A 2015-16-os tanévben 2552 kisgyerek fogja megkezdeni a tanulmányait, illetve hát a gimnazisták is benn vannak, tehát nem annyira kisgyerekekről beszélünk. A konkrétan az első osztályban 278 kisdiák kezdi meg a tanulmányait, és ebből a kimondottan általános iskolába 2312, a nyelvi osztályba 26 fő folytatja tanulmányait, és a 9B, tehát a reál osztályba pedig 30 fő kezdi meg a tanulmányait az idén. Zökkenőmentesen indult a tanév? Ilyen soha nincs, hogy zökkenőmentes, de tulajdonképpen áthidaltuk a problémákat. Úgy mindig az jelenti a legnagyobb problémát, amikor egy pedagógus mondjuk augusztus 28-án jelenti be, hogy ő most elköltözik, vagy máshol szeretne állást változtatni, és akkor ő neki hamar gyorsan be kell tölteni az állását, a helyét. De hát nyilván ez egy pályáztatásnál az minimum 30 nap plusz még az elbírálás, tehát nem olyan egyszerű. Van pedagógus hiány a környékünkön? Pedagógus hiány, klasszikus hiányról nem beszélhetünk, hanem bizonyos szakok területén tudok nehezen embert találni. Általában a klasszikus reál szakok, a fizika, matematika, informatika, illetve most már megjelent a nyelvi szak is. Tehát már német vagy angol tanárt sem olyan egyszerű találni. Tankönyvek, meséljünk egy kicsit róla, mit mondhatunk az idén a szülőknek, vagy mit tapasztalhatnak a szülők és a diákok? Igen, hát tavaly azért kaptunk hideget, meleget a kelló miatt. Most azt kell, hogy mondjam, és örömmel mondhatom, hogy összeszedte magát. A tankönyvek időben kiszállításra kerültek, tehát kaptunk egy ütemtervet, az iskolák pontosan tudták, órabeosztással, hogy mekkora időintervallumban fogják megkapni a könyveket, és mindenhova megérkeztek a könyvek, sőt volt, ahol a kelló nagyon szorgalmas volt, mert munkafüzetből kétszer annyit küldött, nyilván ez majd a szeptemberi újra rendeléssel, illetve átgondolással kiküszöbölésre kerül, de most olyanról nem számolhatunk be, hogy egy gyereknek is a tankerületben előfordul, hogy nincs tankönyve, ilyen most nincs. Egy kicsit kérem, mutassa be az Önök feladatát, mikre kell, hogy Önök rálássanak, mik az Önök feladata, mikkel kereshetik meg esetleg, milyen problémákkal Önöket? Jellemzően a klik, ugye fenntartás, működtetés. Marcali tekintetében ott már ugye megosztódik a feladata az önkormányzattal. A falusi iskolákban is eredendően a 3000 fő alattinak ugye kötelezően át kellett adni az iskoláját, tehát ott egyértelműen mindkét feladatot ellátjuk. Marcaliba csak fenntartunk, és a város működtet. Az azt jelenti, hogy a takarítónőről ő gondoskodik, arról, hogy ott álljon a tanítónéni, arról pedig én. A kollégáim a pénzügyi részét, az oktatási részét és a humán részét viszik a tankerületen belül, tehát most ugye aktuális lesz a pedagógusok átsorolása, úgyhogy ismét nagyobb összeget tehetnek el a pénztárcájukba szeptember 1-től, úgyhogy ez nagy munkát, 350 embert kell átforgatni, úgyhogy ez nem olyan kis munka. Illetve, hogyha a szülői panasz érkezik, és például a szülő azt mondja, hogy ő ezt nem tudja megbeszélni az igazgatóval, vagy igazgatónővel, vagy volt ott, de nem jutottak dülőre, akkor mi közvetítünk, tehát nem az van, hogy azt mondom, hogy már pedig ez így lesz, hanem segítünk, hogy mediátori feladatot látunk el, hogy megoldódjon a probléma. Például a legjellemzőbb példa, hogy bejött anyuka, hogy ő nagyon szeretné, ha a gyerek az A osztályba kerülne, mert ő is oda járt. Tehát ez volt a legaranyosabb eddig, hogy jó, és akkor megvizsgáltuk, és nyilván, ha volt rá lehetőség, akkor jó, hát kerüljön át ebbe az osztályba. De jellemzően ez most nem azt jelenti, hogy mindenkinek a kívánságát tudjuk teljesíteni, de igyekszünk a pedagógusokat, a szülőket és a gyerekeket kiszolgálni. A Marcai Noszlapi Gáspár általános és alapfokú művészeti iskolában is megkezdődött a tanítás.
A tanévnyitó ünnepséggel 555 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 59 elsős. Nem ebben az épületben, de ezen a helyen 107. alkalommal, illetve 108. alkalommal nyitjuk meg a tanévet, és indítjuk útjára a tanulók számára azt a munkát, amit 10 hónapon át végeznek. Akiket elsőként kell köszöntenem, és kívánok én is nekik sok-sok sikert a tanulásban, sok vidám percet, sok tartalmas tanórát és egyéb tevékenységet, ők az első osztályosok. Az ő életükben, a szüleik életében is ez egy nagyon komoly változás, hiszen megkezdődik a gyerekeknek a munka, megkezdődik a tanulás, a tudásgyarapítás új helyszínen, új közösségben. Ez megpróbáltatás lesz mindenkinek, gyerekeknek is, felnőtteknek is. Mi azt tudjuk ígérni, hogy ennek a kihívásnak megpróbálunk maximálisan megfelelni, ügyelünk a gyerekeik biztonságára, igyekszünk az ő kis okos fejüket megtölteni minél több tudással, élménnyel. Ehhez kívánom önöknek a sikeres együttműködést, jó egészséget, jó tanulást, az őket segítő pedagógusoknak pedig jó munkát. Ugyancsak változás, ahogy igazgatóhelyettes asszony is említette, a felső tagozatban lépő tanulóknak, illetve a nemesítő hozzánk kerülő tanulóknak a munkahely, illetve iskolaváltás, nekik is hasonló jókat kívánok. Ebből az alkalomból említem meg azt is, hogy 555 fős iskolánk tanulóinak jelentős része naponta utazik ingázik. Ez nem csak nekik, hanem nekünk felnőtteknek is, a szülőknek is, ennek a programnak a megszervezése kapcsán komoly feladat. Balesetveszélyes, nagyon körültekintően végrehajtandó tevékenység ez. Embert próbáló megszervezni, hogy mindenki odaérjen az őt hazaszállítandó buszra. Ne maradjon itt az iskolában, ha véletlenül szülei később érnek érte. Kérem, hogy ebben is működjenek közre, mindenki azon legyen, hogy a gyerekei pontosan érkezzenek az iskolába, 3-4-8-ra és nem később, és délután is úgy induljanak hazafele, hogy egy vidáman jól eltöltött nap után, hol esetmentesen épségben érnek haza. Ezt a feladatot idáig derekasan, és én úgy gondolom, jó szervezetten végeztük, remélem így lesz az a jövőben is. 403 diák, köztük 200 alsós és 203 felsős kezdte meg a 2015-2016-os tanévet a Mikszáth Kálmán utcai általános iskolában. A tanévnyitót hagyományosan az első tanítási nap előtti estén tartották. Szeptember 1-e holnap lesz, de már ma iskolába szólított bennünket, hogy 2015-16-os tanévet köszöntsük és elindítsuk. Iskolánk 37. tanévnyitóján vagyunk most itt újra együtt. A vakáció mindig gyorsan múló, pihenésre való napjai után elérkezett a szorgos munkának az ideje. 403 diákunknak, s közöttük 48 kis elsősünknek szól holnap a tanévkezdés jelző iskolai csengő. A tanévnyitó a jövőről szól, hiszen ekkor fogadjuk azokat a kisdiákokat, akik holnaptól már azt mondhatják magukról, első osztályos, iskolás vagyok, mixátos lettem. Kedves kis elsősök! Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai nap kitárult előttetek iskolán kapuja. Remélem, valamennyien bátran, várakozással, a számok, a betűk iránti kíváncsisággal, a játékos jókedveteket az óvodából magatokkal hozva léptetek be rajta. Talán már otthon érzitek magatokat iskolánk falai között, hiszen tanítónénikkel, osztálytársaitokkal augusztus végén együtt töltöttetek két délelőttöt, ismerkedtetek egymással, iskolánkkal, a jeletek holnap már ott vár benneteket a tantermekben. Talán már asztalt, széket, pattársat is választottatok. Játékos feladatokkal bizonyítottátok ügyességeteket, rátermettségeteket. Otthon bizonyára már indulásra kész az iskolatáska, benne lapulnak a színes borítójú füzetek, tolltartók, a hegyesre faragott ceruzák, színes korongok, pálcikák, mindazok, amelyekre egy iskolásnak szüksége van. Készülődtetek úgy, ahogy egy kisiskoláshoz illik. Aztán holnap reggel, ha megszólal a csengőszó, elkezdődik életeteknek egy élményekkel, remélem sikerekkel, örömökkel teli időszaka. Írni, olvasni, számolni, énekelni, rajzolni tanultok. Testben, lélekben erősödtök, szüleitek, tanítóitok örömére.
Két új osztály indult a Berzsenyi Dániel gimnáziumban. Zsiga Gyula, a Ferencváros egykori kézilabda edzője a következőket mondta egy interjú során. A kézilabdázó fiamat is arra tanítom, hogy legyen szorgalmas. Tök mindegy, mennyire ügyes, a szorgalma át fogja indítani bizonyos dolgokon. Ha kőkeményen dolgozik, az előbb-utóbb átragad a másikra is. Az idén is voltak, akikre évközben nem ragadt rá kőkemény munka, és nem dolgoztak, nem küzdöttek eléggé, így a nyáron kellett pótolniuk a hiányosságaikat. 21 tanuló előtt lebegett a nyári javítóvizsgára való felkészülés nyomasztó terhe. 15-en sikeresen pótolták hiányosságaikat. A többiek nem vették komolyan a felkészülést, így évet kell ismételniük. Nagyon szeretnénk, ha ők év végére átlendülnének a holdponton, és kitartó, szorgalmas munkával saját magukat is sikerélményhez juttatnák. Kedves 9-esek! Sok szeretettel köszöntünk benneteket, és remélem, hogy ezt a szeretetet és odafigyelést, amellyel ma körülveszünk benneteket, a további iskolában töltött évek során is érezni fogjátok, és boldog diák éveket tudhatok majd magatok mögött. Az iskolaváltás újdonságokat tartogat számotokra, új társakat, új tanárokat. Egy dolog azonban változatlan marad az életetekben, ez pedig a tanulás, amely ezután is a legfontosabb feladatotok kell, hogy legyen. Kívánom, hogy a kitűzött céljaitokhoz egyre közelebb kerüljetek, szüleitek és tanáraitok segítségével azokat el is érjétek. A mai naptól ti is berzsenyisek vagytok. Mindig büszkén viseljétek ezt a jelvényt, amely egy jó gimnáziumhoz, egy kiváló közösséghez való tartozást jelképez. Ezt a kitűzőt a diák önkormányzat vezetője adja át osztályfőnökeiteknek, akik 9-1 osztály osztályfőnöke Ősz Marietta tanárnő, és a 9-B osztályfőnöke Bene Gábor tanár úr. Az óvodák kis változással kezdték meg a tanévet. Megkezdődtek a felújítási munkák a Bóbita óvodában. Nyáron ez olyan feladatot jelentett számunkra, hogy átköltöztettük az óvodát részben a Mikszáth utcai óvodának a helyére, illetve egy csoport költözött ide a posta közben a Tündéli óvodának a tornatermében. Ez a legnagyobb változás, azt gondolom. Ami a nevelési évben még majd a következő változásra számíthatunk, az a külső ellenőrzéseknek az elindulása, ami az önértékelésre alapul. Ez már nyáron elkezdődött számunkra, hiszen az óvodai dokumentumainknak az áttekintése, átdolgozása megkezdődött. El kell készíteni minden óvodának egy belső önértékelési elvárásrendszert, ami alapján tulajdonképpen majd az értékelés, illetve a pedagógusoknak először az önértékelése, majd tanfelügyeleti ellenőrzések és a minősítések fognak történni. Hát ez így már szeptemberben elkezdődik a szaktanácsadóknak a látogatásával, majd a tanfelügyelők ellenőrzésével, és sor kerül olyan óvónőknek a minősítésére is, akik ugye a portfóliójukat vagy most jelen pillanatban írják, november 30-ig fogják elkészíteni, vagy már az elmúlt tanévben elkészítették. Persze ez az óvodások hétköznapjait nem befolyásolja. Hogy a gyerekek ebből nem fognak tapasztalni semmit, hiszen az óvónéniknek ugyanúgy kell a munkájukat végezni, ugyanolyan szeretettel, lelkiismeretesen, tudatosan felkészülve. A szülőket tájékoztatni fogjuk, hiszen nekik is lesz ebben feladatuk. Ugyanis azok az óvodapedagógusok, akik bekerültek, akár a minősítési eljárást alatt fognak, tehát minősítési eljárásban fognak részt venni, vagy pedig tanfelügyelői ellenőrzésben, van egy olyan feladatunk is, hogy a szülőkkel is kell kérdőívet kitölteni. Tehát a szülők is véleményezni fogják annak az óvónénynek a munkáját, illetve hát az óvodának a munkáját is, aki éppen az ellenőrzés alatt lesz. Tehát megköszönjük majd a közreműködésüket természetesen. 108 óvis kezdte meg az évet. A városnak nem csak a telephelyeit, hanem a tagóvodáinkat is érinti, tehát a Sávolyt, Nemesvidet és Balatonmáriát is. Úgy most szám szerint azt mondanám, hogy a Tündéliget óvodában van jelenleg a legtöbb kisgyerek, 111 fővel kezdünk, a Bobita óvodában 97. Meseparkovodában 95 kisgyerek kezd, a Gombai óvodában 37,
A tagovodáinkban, Szedervirágban jelenleg 20 kisgyerek van, Nemesviden 18, Balatonmárián 50. De még a héten iratkoztak be gyerekek hozzánk, azoknak még igazából nem történt meg mindenkinek a határozatot, nem kapták még meg a szülők, hogy melyik óvodában lesznek elhelyezve, mert itt nagyon sokan jönnek úgy vidékről marcali óvodákba, akiket már csak a Bobita óvodába vagy a Gombácska óvodába tudunk elhelyezni. Tehát nincs óvodás létszámcsökkenés, a létszám évről évre állandónak látszik. Baltával az ágyuk mellett így aludtak a somogyiak az 1848-as, 49-es szabadságharcot követően. A betyárok éveken át rettegésben tartották ugyanis Somogyországot. Erről is beszéltek a Kozma Sándor emlékülésen Kaposváron. Az első országos királyi főügyész éppen 190 évvel ezelőtt született, ráemlékeztek szerdán Marcaliban is. Éles látás, gazdag tudás és emberszerető szív. Így jellemezték a korabeli újságok Kozma Sándort, az első országos királyi főügyészt. Szerdán Kaposváron és Marcaliban a Kőröshegyi születésű államügyészre emlékeztek. Az emlékülésen Kozma Sándor kora az 1848-as szabadságharc utáni időszakot is bemutatták. Ez Somogy megye legkalandosabb története, hiszen a betyárok és pandúrok harcának korszaka. Ekkor senki nem volt biztonságban a somogyi erdőkben, mondta Horváth Szilárd, megyei főügyész. Rájött arra, hogy a segítőket kell meggyengíteni, és nem pusztán a betyárokat kell célbe venni, hanem az orgazdákat, a bújtatókat. Hát megörökítették, hogy közel 48 csárdát romboltak le, vagy szegeztettek be, azért, hogy a szabad mozgásukat megakadályozzák. A betyárokat végül csak 1865-re sikerült teljesen felszámolni. Azóta már romantikus legendák hősei lettek, csak úgy, mint Kozma Sándor, a magyar történelem egyik legnagyobb jogtudósa. A kaposvári ünnepség Marcaliban folytatódott, ahol dr. Sütő László marcali város polgármestere emlékezett az első királyi főügyészre. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit Kozma Sándor szobra mellett, aki neve az utóbbi 25-30 évben újra kezd egybeforni Marcali város nevével, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezelőtt 20 évvel, amikor Nagy Károly úr a legfelső ügyészségről megkeresett azzal, hogy fel kellene eleveníteni, élénkíteni Kozma Sándor emlékét és mindazt, amit a magyar jogfejlődés érdekében, magyar jogalkalmazás érdekében tett, akkor megmondom őszintén, hogy az első gondolatok után nekem az jutott eszembe, hogy Marcalihoz igazán Kozma Andor és Kozma Ferenc kötődnek, akik ebben a városban születtek, és mindkettőjükről gyerekkorom óta nagyon élénk emlékeim, képeim voltak, lévén, hogy édesapám pápám volt kollégista, ezért Kozma Andort és verseit tisztelni, ismerni az kötelesség volt. Másrészt pedig olyan családban nőttem fel, ahol a ló szeretet szintén meghatározó volt, és ezért Kozma Ferenc, mint a magyar lótenyésztés egyik meghatározó alapja, tábornoka, ő szintén állandó beszédtéma lehetett. Ugyanakkor Kozma Sándor, aki hogy tudottan mondhatjuk, hogy mindközöttük a legnagyobb volt, az ő neve valahogy a háttérbe szorult. Az elmúlt 20 év azonban egyértelműen megtanította arra, és megismertette azt az életutat, amit Kozma Sándor befutott, és mindazt, amit ezért a kisvárosért tett, akár mint főszolgabíró, akár mint marcali város követe a magyar parlamentbe, és azt hiszem, hogy innentől fogva egyértelmű a város kötelessége, hogy emlékét minden módon ápolja, és nagy öröm volt számunkra az a felkérés 16 évvel ezelőtt, ami aztán 15 éve meg is valósult, hogy állíthatunk egy méltó emléket Kozma Sándornak egy olyan szobor képébe, amely szobor addig beltéren volt látható, ami nem volt egyértelműen mindenki számára hozzáférhető. Úgy gondolom, hogy a legfőbb ügyészséggel, a megyei ügyészség, megyei főügyészséggel, és mindazokkal, akik helybe fontosnak tartják Kozma Sándor és vele egy nagyon nagy ívű magyar jogász életét és munkáját, mindazok számára ez nagyon fontos üzenettel és jelentőséggel bír. Ma ebbe a meggyőződésbe koszorozzuk meg itt mindannyian Kozma Sándor
mellszobrát. Elsőként fel is kérem főügyész urat, hogy ezt tegye meg, azt követően csatlakoznánk hozzá valamennyien. Egy tűt sem lehetett volna leejteni a 2015-ös marcali nyár programsorozatot záró rendezvényen. Zsúfolásig telt a marcali szabadtéri színpad nézőtere Korda György és Balázs Klári műsorán. Ekkora érdeklődés talán még egy programot sem kísért a marcali szabadtéri színpadon. Szinte minden korosztály kíváncsi volt a sztárházas párra, akik egy órán keresztül szórakoztatták a közönséget. Az év elején több cikk jelent meg Korda György egészségi állapotáról, de aki látta a marcali színpadon a 76 éves énekest, annak minden kétsége elszállt. Korda György fantasztikus orgánuma, mosolya minden kételyt eloszlatott. Természetesen Balázs Klári is a tőle megszokott professzionális módon szólaltatta meg a fülbemászó slágereket. A közönség együtt énekelte a Lady End, de a Reptér vagy éppen a Titanic beték dala is megdobogtatta a nézők szívét. A művészházas pár természetesen nem hagyta otthon kedvenc kutyájukat, az 5 éves Fánit. Balázs Klári elmondta, hogy a nyáron szinte az összes zenei fesztiválon ott voltak, így a Boglári Borfesztiválon is. Volt olyan nap, amikor 3 fellépésük is volt, mesélte Korda György. Kérem, meséljenek, hogy telik a nyár, és hogy érzik magukat? Hát most csodálatosan is, főleg azért, amit ön mondott, ez nekünk egy akkora megtiszteltetés. Művésznő, meséljen, honnan jöttek, mert mondták, hogy útközben ebédeltek is, milyen zsúfolt volt például a mai nap. Nagy bajomba ebédeltünk, mert nem is tudom, valahogy úgy keveregtünk, a testvérem Kaposvár ott él, aztán itt keveregtünk most a megyében, úgyhogy hát viszont nagyon nagy izgalommal készültünk erre a koncertre. Őszintén megmondom, hogy szívet melengetően aranyos és jó közönség volt itt, és hogy rengetegen voltak, ez meg egy külön öröm a mai világban, mint tudjuk. Úgyhogy csodálatos esténk volt. Tudja, mi volt ennek az estének különlegesége, hogy úgy fel voltam öltözve, mint egy akármilyen téli koncerten, és ebben a 100 fokban se éreztem a meleget, mert annyira
csodálatos volt a légkör közönséggel együtt. Hogy mi ennek a gyönyörű összetartásnak a titka? Nem tudom, nekem valahogy nem tűnik úgy, hogy egymás agyára mennénk. Hát tesszük a dolgunkat. Komolyan mondom, hogyha vitáink vannak, azok mindig ilyen apró hülyeségeken vannak, hogy jelentéktelen dolgok, hogy most akkor a leves több vagy kevesebb legyen, vagy milyen hang nem legyen, vagy akkor igen. Klárika, te tudsz fönt is, lent is. Majd úgy izé. Szóval, hogy magyarul a nőknek mindig alkalmazkodni kell, de a végeredmény a lényeg. Az ősztől már nem lesz ennyire nagy a hajtás, de az elmaradhatatlan pókerpartik mellett természetesen számos fellépésük lesz még. A párás meleg ellenére nem voltak türelmetlenek az öltözőjük előtt tolongó és a már-már harcoló tömeggel. Aki kivárta a sorát, az dedikált fényképpel térhetett haza. Az elmúlt heti összecsapáson 7-0 arányban maradt alul a Marcali Kaposváron. Megérdemelten járt a taps a kaposvári Rákóczi játékosainak a Marcali elleni mérkőzésüket követően. Az együttes a megye egy negyedik fordulójában látta vendégül soros ellenfelét, és elsőprő 7-0-ás győzelmet aratott. Egy pillanatig sem hagyott kétejt afelől a Rákóczi, hogy ki az úr a cukorgyári gödörben. Már a harmadik percben betalált a csapat, amit aztán még 6 gól követett. Pallósiék szinte végig egy kapusztak, és futószalagon jöttek tőlük a gólhelyzetek, valamint a gólok is. A mai mérkőzésem már nem csak talált gólok voltak, hanem akciógólok, amiket lejátszottunk, vagy nem tudtak tartani bennünket, és 11-es lett belőle. A játékon még van gyorsítani való egy-egy csapat résznél, de én úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Remek formában van a Rákóczi az utóbbi hetekben, utolsó 3 meccsüket egyaránt győzelemmel és kapott gól nélkül hozták le. Emellett 17 gólt rúgtak ezeken a találkozókon, a Marcali elleni 7 gólos sikerük pedig idei legjobb bajnoki teljesítményüknek számított. Kezd összeérni a csapat, kezdik egymást megismerni, bátrabban mernek játszani, tehát hogy már tudják, hogy milyen mozgásokat kell végrehajtani egy-egy pozícióba, és felszabadultabb volt a mai játékuk, és talán lehet, hogy ez szülte, hogy valóban akciógólok jöttek, és tudtunk örülni azoknak a lejátszott góloknak, amik bekövetkeztek. A vendégek igen fokhíjas kerettel utaztak el Kaposvárra, aminek súlyos vereség lett a következménye. A Marcali az előző évadot a negyedik helyen zárta, idei céljuk pedig, hogy bejussanak a legjobb 6 közé. A csapatnál úgy vélik, hogy ebben nem a Rákóczi lesz a legfőbb riválisuk. Azért ebben a bajnokságban ők kiemelkedő csapat, azt lehet látni. Tehát mi nekünk nem majd elő kell felvenni a versenyt, hanem a többi csapattal, és azt is látni kell, az ő Kaposvár nem ebbe a felállásba játszott az előző fordulókba. Tehát most már az egész keret itt volt, ezen a nagy pályán könnyen szétszedtek bennünk. A megye egyet 4 forduló után továbbra is a Balaton levezeti 12 ponttal. Mögöttük a sorrend a Rákóczival és a Karáddal folytatódik. A két csapat egyaránt 10-10 egységet gyűjtött eddig. Műsorunk végén nézzük fel híreinket még egyszer röviden. Elindult a 2015-2016-os tanév. A tankönyvek is hiánytalanul megérkeztek. Tanévnyitók. Közel 1000 diáknak csöngettek be az általános iskolákba. Megújult lendület az óvodákban, nincs létszámcsökkenés. Zsúfolásig telt a Marcali szabadtéri színpad nézőtere, Horda György és Balázs Klári Marcaliban. 7-0, továbbra is lejtőn a Marcali foci csapat. Mai hírmagazinunk végéhez érve megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét találkozunk, addig is friss híreinket keressék az interneten, a www.tavitv.hu oldalon, és lájkolják Facebookunkat. Viszontlátásra!